Köszöntöm a Budapesti Zsarok podcast mai adásának nézőit és hallgatóit, és a bennünket Facebookon követőket, Gársándorral ezredes vagyok, a mai műsor szerkesztő műsorvezetője. Augusztus 7, Sziget Fesztivál, a fesztivál rendőri biztosításáról fogok beszélgetni mai vendégemmel, Viszt Ferenc rendőr ezredes úrral, a Budapesti Rendőr Főkapitányság Őzrendvédelmi Főosztály Főosztály vezetőjével. Szia Feri, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a Nézőket és hallgatókat. E, mielőtt még a témára térnénk, kérlek mesélj a főosztályról. Mivel foglalkoztok, e, mi a fő feladatotok? A közrendvédelmi főosztály, a BRFK közrendvédelmi főosztály egy igen nagy szervezeti egység a BRFK-n BRFK belül. Hozzánk tartozik többek között a központi gépkocsizés járőrszolgálati osztály, akik hát, közteti járőrszolgálatot látnak el, akikkel az emberek nap, mint nap találkozhatnak hozzá tartoznak a kutyás alosztálynak a tagjai, akiket szintén ismerednek az emberek, nap mint nap találkozhatnak velük. Hozzánk tartozik a Vasút biztonsági osztály, tehát a három fejpályudvarnak a biztosítása, a három alosztály, a keleti, nyugati és a déli pályudvar. Hozzánk tartozik a metrórendőrségi osztály, akik a metróvonalak biztonságát garantálják mindennapokban Budapest lakossai számára, illetve a Gyorskocsi utcai Fogda közrendelői főosztályhoz tartozik, illetve a, a Teve utcai Székházárik objektumnak a, az őrzése, az objektumvédelmi osztály, azon belül maga a székház őrzése, és Budapest-öjten a fegyveres biztonsági őrség e, e, is a főosztályhoz tartozik még. Akkor igen, színes a paletta és sok a feladat. Fesztiválok, hát elég nagy létszámmal vesznek rajta részt a, a különböző korosztályok, elég nagy terület, amit lefednek ezek a, a szórakozó területek. Hogyan és milyen módon történik egy ilyen nagyszabású rendezvénynek a biztosítása, ezek megtervezések, kik vesznek benne részt, mennyivel korábban kezdtek el erre készülni, nevezetesen mondjuk például a Sziget Fesztiválra? Konkrétan a Sziget Fesztivál, a felkészülés megtörténik hónapokkal a fesztivál kezete előtt. Egyeztetés történik a főszervezővel, rendezővel, illetve a biztonsági szolgálatokkal, és fel kell készítenünk a saját állományunkat is a, biztosítási feladatra, hogy a szolgáltat meg kell szervezni. Ugye ez, mint ahogy te is említetted, ez egy nagyobb, nagy létszámú tömeget vonzó esemény minden évben Budapesten, és ennek tükrében nekünk is egy nagyobb létszámú biztosítással kell készülnünk. Tudunk létszámot? Mondani, hogy hány Igen, kollega vesz gondolom, ez, ez nem titok napi szinten. Ugye pont a fesztivál jellegével adódóan nem, egy, nem tudok egy exakt számot mondani. Nagyságrendileg tudom azt mondani, hogy napközben 60-70 fő rendőr biztosítja a szigetet. Általában ez a külső biztosítást jelenti, de pont azért, mert a programok úgy alakulnak, ezért délután mindig van egy megerősített szolgálat, tehát erre ráépítünk délután lépcsőzetesen egy, egy olyan 25-30 vagy akár 40 főt is, majd éjszaka, amikor lecsendesedik a sziget vége a nagy koncerteknek, és az emberek távoznak, akkor a távozási időt követően visszállunk erre a 40-60 fős létszámra. És ez milyen készültségi szintet jelent? Itt vannak kategóriák a rendezvények biztosításánál? Én azt gondolom, hogy a sziget biztosításával kapcsolatban pont a nagy tömeg miatt felkészülünk egy esetleges terrortámadásra, és ezért, ezért szintet nem tudok mondani, hogy ez milyen szintű biztosításnak felel meg. Mi azt gondoljuk, hogy folyamatosan értékeljük, elemezzük a, a, bejövő információkat, és annak tükrében alakítjuk ki a külső biztosítását. Ugye fontos kiemelni, hogy elsősorban a sziget külső környezetének a biztosítását hajtjuk végre. Napközben van egy kisebb létszám, akik különböző elektromos járművekkel, robogó, roller, kerékpár, a golfkocsival bent a sziget területén eh, teljesítenek szolgáltat. A bent Biztonságért kik a felelősek? Magánbiztonsági szolgálatok hajtják végre a, a sziget felügyeletét, és velük napi kapcsolatban állunk, és folyamatosan munkakapcsolattal. Meddig terjed ki a jogkörük az intézkedés tekintetében? Mindenképpen a, a szigetre beléptetést, kiléptetést ők határozzák meg, és ők szabályozzák, ők ellenőrzik a személyeket, és amikor olyan eh, eseményt, eh, jogsértést észlenek, amiben mint biztonsági vagyon eh, intézkedhet, ott megteszik az elsőleges intézkedéseket, de azzal egy időben egyből értesítenek eh, minket. Ugye kint eh, a biztosítás során egy, egy úgynevezett őrsöt üzemeltetünk, egy külön ügyeletet üzemeltetünk. Ez a területen kívül van? Ez területen kívül, ez a retro hotel, ugye a rendőrségi retro hotel területén található. Egy nagy bevásárlóközpont mellett szóval van ez, nem? Igen, igen, ha ki lehet mondani, a, a nagy bevásárlóközpont mellett található, igen, és oda érkezik a jelzés, és akkor onnan, nem onnan mennek ki a kollégák, hanem onnan irányítják a kollégákat, a, és vesszük át az intézkedést a biztonsági szolgálattól. Hogyha valakinek a sérelmére bűncselekmény történik, akkor ő hol tud segítséget kérni, vagy feljelentést tenni? a sziget területén a biztonsági szolgált üzemeltet ilyen panaszfelvételi irodát, és az előző években, és szerintem ez idei évben is úgy lesz, hogy ha bent történik bármilyen esemény, és panasszal e, szeretne valaki élni, vagy fejlentést kíván tenni, akkor a sziget területéről a biztonsági szolgált ki, vagy kikísérte, és átadta a rendőröknek, és mi e, tájékoztattuk, hogy hol és mint teheti ezt meg, vagy volt, amikor autóval elvitték a harmadik kereti kapitányságra, ugye a sziget területe az a harmadik kereti rendőrkapitányság illetékességi területén található, és és mi is oda irányítjuk az embereket, és ott történik meg a panaszfelvétel, a feljelentések felvétele, ott történik meg a Tímár utcában. A, beszéltél arról, hogy az egyarúás rendőrök a területen kívül ö, teljesítenek javarész szolgálatot, milyen ö, szolgálati teendőik vannak, mit látnak? Elsősorban a járőrszolgáltat látunk el, felügyeljük a, a szigetre érkezők nagy létszámát, próbáljuk a közlekedést úgy alakítani, ezt is folyamatában változtatjuk. Ugye azt tudni kell, hogy a szigetre bejutás az nem a legegyszerűbb módon történik, azért egy elég forgalmas úton kell áthaladni, akik hévvel, tömegközlekedéssel érkeznek a, a szigetfestivára, Ugye a K-hídon történik elsődlegesen a beléptetésük, és ezért a, a, a híd előtt lévő útszakaszokat, időszakonként zárni szoktuk, és megvannak azok az időszakok, amikor részleges vagy teljes zárást hajtunk végre. Tehát van egy ilyen jellegű közlekedésrendészeti feladat, illetve van egy bűn megelőzési feladat, hogyha ne történjen az odaérkezők sérelmére bűncselekmény, illetve alapjárőszolgáltat is látnak el a területen egészen a, a környező lakótelep területére, ahol ugye az érkező vendégek parkolnak és ott hagyják autójukat, és egy ilyen felügyeletet is látunk el. Területen belül egyenruhás rendőrök? Civil ruhás rendőrök? Civil ruhás rendőrök mindenképp vannak, erre nem akartam kitérni a bűnügyi részre, ez a bűnügyi szakterület folyamatosan jelen van a szigeten, de erről én azt gondolom, hogy többet nem is biztos, hogy szeretnék beszélni, ők is megteszik a szükséges intézkedéseket, és hogyha bármi tapasztalnak, akkor azt jelzik, intézkednek és átadják az egyenruhásoknak, akik kikintről bemennek, de ez hagy maradjon egy kicsit ilyen... Titkos sejtelmes. <s1> de, ah. de, az a része nem titok, hogy vannak ruhás rendőrök. Így. A Duna felőli oldal, hogy áll? a Nagy Duna rész, tehát a Nagy Duna szakasz felül része. Én azt tapasztalom, hogy folyamatosan lezárják, és folyamatosan kör van kerítve. Minden évvel külön egyeztető tárgyalás folyik arról, hogy a sziget csúcsán kialakítanak kis fürdőhelyet, vagy nem lehet kialakítani ez a víz magasságától függ, -e mindenképp a DVRK is tevékenyen részt vesz, és a Dunai vízirendészet folyamatosan ellenőrzi mind a nagy, mind a kis Dunák felüli oldalát, de természetesen azok a szakaszok, ahol a vízhez le lehet jutni, azok kerítéssel belülről le vannak záratát, odafigyelnek erre is, hogy ne legyen ilyen jelenleg baleset. Az évek tapasztalatai alapján milyen bűncselekmények fordultak elő a szigeten, mi a legjellemzőbb? Hát a legjellemzőbb ugye a kábítószerrel kapcsolatos jogsértések, visszaélések, illetve a különféle lopások, illetve az erőszakos jellegű cselekmények közül a, a verekedések, bár ennek nem gondolnám, hogy jelentős száma lenne, tehát inkább a lopások és az ilyen vagyon elleni bűncselekmények, a sátrakból történő lopások, ugye azért azt tudni kell, hogy a, a szigeten tartózkodó több tízezer vagy akár akár százezres tömeg is, nagy része, aki szigeten belül lakik, az ott sátrakban él és lakik, természetesen ott, vannak olyan vagyontárgyak, amiket ott hátrahagynak, és, és ezeknek a, az eltulajdonítása azért előfordul. Mindenki vigyázzon az értékeire. Van bűnmegelőzési pont is a sziget területén? Van. A rendőrség már évek óta konténerrel kitelepül bűnmegelőzési pontként, és minden nap különböző programokkal várja a bűnmegelőzés a szigetre a látogatókat. Nem tudom, hogy ha, ha annyi promót adhatunk a, a, a konténernek, vagy ennek a bűnmegőrzési pontnak, hogy a nagy színpaddal szemben lévő területen, ahol már évek óta megtalálható ez a konténer, az idei évben is ugyanott egy. 200 méterrel arrébb a, a tavalyi e, helyétől, de ugyanott lesz, és ugyanúgy várják szeretettel az érdeklődőket. Ö, mit nem lehet bevinni a szigetre? Ilyen eszközöket? Hát, Készítsük fel a hallgatókat, a nézőket. A si eszközöket semmiképpen nem fognak beengedni, és nem visznek be. Az, ezek, hogy, mik ezek az eszközök? Hát, e, itt a különböző késekre itt, ugye azt szokták mondani, hogy a 8 centinél hosszabb vágó, e, élességű. E, e, kések, de egyébként az egykézzel nyitható, vagy a gyors nyitású, úgynevezett rugós bicskák is ide tartoznak, számszerei, bár számszerűt hát nem gondolom, hogy bárki is be akar vinni, de boxert, ütés növelő eszközt, ütés hatását növelő eszközt, ezeket tilos, vagy lőfegyver utánzatot, ami megtévesztésig hasonlíthat mondjuk a lőfegyverre. Élelmiszer, ital? Én úgy tudom, hogy meghatározott kereteken belül lehet élelmiszert és italt bevinni, de ennek a, ezt a biztonsági szolgált felügyeli, hogy miből és mennyit lehet bevinni, és, és, ennek a, a mértékét ők szabályozzák. Aki gépjárművel érkeznek, azok mire figyeljenek? Én azt gondolom, elsősorban a, az előbb említett forgalmi rendváltozásokra. Ugye, ahogy említettem, a a szigethez, a kh vezető útszakaszokat időszakosan zárjuk kisebb, rövidebb időre, de van olyan időszak, például délutáni eh, nagy koncertek előtti időszakban, amikor a tömeg. Eh, nagy része érkezik, akkor teljes zárást hajtunk végre, és ilyenkor az áthajtás is megnehezül ezeken a szakaszokon. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki felkészülten úgy érkezzen autóval, hogy tudja azt, hogy hova és meddig tud elmenni a gépjárművel. Ezeket már jó el korán kitáblázza a, mind a Sziget Fesztivál szervezője, mint pedig a rendőrség, hogy a Margit híttól esetleg már zárás van, vagy részleges zárás, hogy meddig lehet eljutni, tehát hogy az autóval érkezők is le tudjanak parkolni és megfelelő és ne rutinból vezessenek, ne akik, rutinból akik azon a környéken élnek, mert lehet, hogy néha forgalmi rendváltozás lesz, úgy, ahogy mondod. Kik azok a társzervek, akikkel együtt dolgoztak a, a fesztiválon? A fővárosi rendészeti igazgatóság a föri állományával, a polgárőrséggel folyamatosan kapcsolat és a, a a, folyamatos a, a közös szolgáltellátás, de ugyanúgy a taxi ellenőrökkel, a BKK taxi a műszaki vizsgálomásnak a ö, állományával közös de Navis is részt vesz, illetve most már évek óta külföldi rendőrök is meghívásunkra, a BRFK meghívására részt vesznek. Mely országokból vannak külföldi rendőrök? Ott már Franciaországból, Hollandiából, Angliából, Németországból. Én úgy tudom, hogy idén a holland rendőrök képviseltetik majd magukat, de ez még nem végleges. A, a és hogy akkor hogy ilyen magyar rendőr kollégákkal vannak párba állítva? Igen, és ők, az ő feladatuk az, hogy magyar rendészeti állományjal, tehát egy erős állományjal, ők is a saját a sziget területén e, járőröznek és e, kapcsolatot tartanak a, a, most akkor a holland e, turisták, vagy, vagy vendégekkel. vendégekkel. fiatalokkal. És hogyha bármi problémáik van, akkor azt nekik tudják jelezni, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy, hogy Elmondom, hogy ha bárkinek bármilyen kérdése vagy információt szeretne, nyugodtan a, a sziget környékén szolgáltató teljesítő rendőröktől bármit kérdezhet a szigettel kapcsolatban. Fel vannak készítve és tájékoztatást, segítséget fognak nyújtani mindenkinek. Te kint leszel? Szigetelsz? Én általában kint vagyok minden szigetfesztiválon, de mint szolgálatos rendőr, nem mint szórakozó. De beszoktam én is menni mindig, de egy ruhába végig sétálom, megnézem én is, hogy milyen a tömegösszetétele, és Általában kint vagyok minden nap. Akkor összességében azért el lehet mondani, hogy biztonságos a sziget, biztonságos a, a fesztivál, nyugodtan szórakozhatnak a, a fiatalok. Persze módjával, az alkohollal és ö, a kedélyjavító szerek elhanyagolásával, úgyhogy... Ö, igen, én azt gondolom, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy aki kulturáltan szeretne szórakozni, szeretni jól érezni magát, az itt, itt is megteheti. megteheti. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és némi tájékoztatást adtál nekünk a a Sziget Fesztivál biztosításáról. Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Aki a Sziget Fesztiválra megy augusztus 7-től, azoknak jó szórakozást, érezzék jól magukat, vigyázzanak magukra, bármilyen problémával ö, nyugodtan forduljanak a BRFK munkatársaihoz. Jövő héten csütörtökön újra jövünk, újra találkozunk, addig is minden jót, szép napot viszont hallásra, viszontlátásra.